Sziasztok, borkák, és üdvözlök mindenkit újra a csatornámon. A mai videóban arról fogok beszélni, hogy miket néztem 2024 első felében. Ezek csak a sorozatok lesznek, mert mindig csak ezekről beszélek az ilyen videóban. Be fogom linkelni egyébként a hasonló régebbi videókat a csatornáról. Gyakorlatilag szeretem magamnak felírni azt, hogy milyen sorozatokat nézek, mert képesek egyébként el is felejteni őket, meg így annyit nézni egyszerre, hogy tényleg nem haladok velük, úgyhogy ezért írom fel őket, meg azért, hogy beszéljünk róla fél évente egy videóban. Nem vagyok egy nagy sorozatnéző ebből a szempontból, hogy csak akkor nézek valamit, ha olyan érdekel. És sokszor az, hogy belekezdek be, és nem folytatom, mint már az előbb is mondtam. Viszont így is van pár dolog, amit megnéztem, meg pár, amit még nem fejeztem be, ezeket majd külön fogom mondani. Az első, amit végignéztem, az a Gilmore Girls, az a szívek szállodája. Én ezt angolul néztem, tavaly összekezdtem el egyébként Tomival, de ő így fél feladta, és végül előbb fejeztem be. Nekem nagyon tetszett, kicsit olyan érzésem van tőle, mint az agymenőktől, abban a gondolatban igazából, hogy olyan fajta sorozat számomra, hogy így bármikor be kapcsolni bármelyik rész, és így meg tudom nézni. Ugye itt egy anyát és egy lányát követhetjük igazából, ahogy egy kisvárosban élnek együtt, gondolom mindenki ismeri, az ez egy régi sorozat. A karaktereket nem nagyon tudtam egyébként megkedvelni, én rolit nem szeretem, sajnálom, tudom, hogy népszerűtlen vélemény. Lorelight már egy kicsit azért jobban, de ő is néha nagyon idegesített, de maga a sorozat szerintem nagyon jó volt, és én így bármikor úgy egyébként nézni. Egyébként ezek után, most már akkor említsük meg ezt is, megnéztem a Gilmore Girls A Year in the Life, vagy nem tudom magyar címét, ez egy ilyen spin-off, egy ilyen folytatás igazából a Gilmore Girls után pár évvel, ahol a felnőtt t és ugye a családját kötetjük, és ugye megnézzük azt, hogy hogyan alakult Lorelightnak és Fran-nak az élete. Mind a kettő jövőképpen egyébként én csalódtam. Tehát, hogy Rory-ban is és az anyjában is, abszolút, -e, tehát ezt tudom képzelni, hogy ez az íróknak hogy patant ki a fejből, hogy ennyire rossz jövőt írnak meg nekik, meg ennyire nem igazából öm, beteljesítő, de hát ez van. Nekem az eredeti rész, az eredeti sorozatot sokajban jobban tetszett, úgyhogy ezt tudom mondani. Megnéztem a Mandalóri harmadik évadát végre, nagyon le voltam maradva, régen felfaltam az összes részt, most azért kellett egy kis idő, meg ezt megint csak együtt kezdtük el, de mint egyébként sok Star Warsnál mostanában vele, egyébként végül egyedülfejeztem, mert feladta. Én nagyon szeretem ezt a harmadik évadot is, a Mandalóri az a Star Wars sorozat, ami mindig hozza egyébként szerintem az elvárásokat, és mindig jó, a képi világ továbbra is csodaszép volt, tetszett a már mentünk, ugye itt főleg két különböző mandalóri hát, klánt tudtunk követni gyakorlatilag, ugye volt benne ugye most már kis pici grogu, ahogy mandalóriskodik. Én nagyon-nagyon szerettem ezt a harmadik évadot is, és tudom, hogy most már film lesz belőle, na arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fog alakulni, meg hogy fog ez így megtörténni, mert egy kicsit tartok tőle egyébként, de a sorozat szerintem olyan, hogy minden sztávolsz tetszik igazából, én ezt is nagyon szerettem. Elkezdtük nézni a Viking sorozatot, mert páram nagyon szereti, és ezt nem fejeztem be, viszont megnéztünk azt hiszem, hogy két évadot, úgyhogy meg akartam említeni, mert fogom folytatni. Ez a sorozat, ez hát, hogy lehet, vikingekről szól, és én nem nagyon néztem régen. Ha jól emlékszem, így öt év talán megnéztem belőle egy részt, és így meg is feltkeztem róla. Hát, hogy érdekelnek engem a vikingek, de nem vagyok az a fajta, aki egyedül leül és megnéz egy random sorozatból egy, egy órás részt. De így ami itt volt, és mondta, hogy ő imádta, így mondta, akkor jó, nézzük. És akkor nagyon tetszett egyébként ez is. Tehát az a legtöbb sorozat, amit néztem ebbe az évbe, az, az, tetszett. Ez is jó, viszont annyira már nem köt le, mint például az első évad, úgyhogy most úgy vagyok vele, hogy tudom, hogy most lesznek benne a nagy dolgok, mert tudom, mondta, de ebből most már kevesebb részt nézünk egyébként, és inkább más nézünk. Úgyhogy egyenlőre jegeltük, de szerintem egyébként vissza fogunk rátérni. Megnéztük az avatár az utolsó léghajítónak az adaptációját. Hát én egy azok közül, akiknek ez nem tetszett. Jobb volt, mint a fiam, de voltak benne olyan változtatások, hogy én azt nem szerettem meg. Nagyon sokat tudnék kell beszélni, akarom is egy külön videóból, de szerintem nem fogok. a képi világ gyönyörű, a karaktereket kinézetileg nagyon jól castingolták be egyébként, de például Eng az annyira nem enges, Na mindegy, szokka viccei úgy, ahogy néha jól csatlanak, de egyébként az is eléggé lapos volt. Katarát nagyon eladották, és én ezt nagyon sajnálom. Tehát teljesen kivették belőle a, a, az ő igazi ilyen nagyszájú önbizalommal rendelkező, tényleg magáért harcoló részt. És az az érdekes, hogy pont attól féltem, hogy hogy őt el fogják rontani, mint lányt, és úgy voltam vele, hogy hát de most már annyi ilyen feminista tartalom van, meg annyi nőközpontú dolog, akkor csak erre fog kihegyeződni, és csak nem fogják elrontani, hát de sikerült egyébként, rémes volt szerintem az ő szála. na mindegy. Um, voltak -e benne változtatások, amik szintén nem tetszettek egyébként, meg én nem szeretem azt, hogy mostanában csak olyan uh, sorozatok vannak igazából, hogy mindignek van 8 rész és vége, és akkor a következő évad. Miért egyébként? Mert nincsenek már olyan sorozatok, hogy ki van mondva 20 részbe, és akkor jól lehet őket darálni. hiszem, hogy egy olcsóbb, de annyira össze volt tömörítve, annyira nem volt jó, össze volt csapva az egész, nem szerettem, lehetett volna sokkal jobb is, és ki lehetett volna bontani egy hosszabb és jobb évadban, de nem sikerült nekik, úgyhogy én ebben nagyon csalódtam. A Percy Jackson-t is megnéztük, egyébként én imádtam ezt. Na, ez volt egy olyan adaptáció, amitől féltem nyilván, de nagyon tetszett. Tehát, hogy az avatártól mérföldekkel jobb, mint egyébként adaptáció, tehát annyira jó volt. Én nem vagyok az a vér, véres szájú rajongó, az a habzó szájú rajongó, hogy én most mindenbe belekössek. Én ezzel úgy voltam, hogy szerettem a könyveket, szívesen megnéznék egy adaptációt, megnéztem, és jó volt. Én azt nézeket is nagyon bírtam, mindegyik őket, minden hármat egyébként, meg úgy az összeset úgy alapjával véve. Szerintem nagyon jól hozták a karaktereket, tényleg Anna Beth is, Percy is, meg, meg Grover is, tehát hogy tényleg tök jók voltak, és én nagyon-nagyon várom a második évadot. Outdoor Banks-t néztem ebben az évben, mert el sem tudtam képzelni, hogy fog történni. Ez egy nagyon nem nekem valósorozat igazából, mert én nem szoktam ilyen ilyen jelen időben játszott ilyen tini dolgokat nézni, de elkezdtem, mert annyira láttam, hogy jó, és ki is raktam nektek hogy egyébként daráltam a részeket. Tehát, hogy amikor Tomi nem volt itthon, mert mondjuk nem tudom, dolgozott éppen, és ő amúgy ezt nem nézi szívesen, akkor ezeket néztem, és állandóan ezeket néztem. Talán emlékszem, hiszem, egyébként két évadot belőle, ha jól emlékszem, és, és nagyon jó egyébként, csak most mert már megint ezt sem nézem. De annyira jól szórakozok rajta, olyan könnyed kikapcsoló sorozat, ez egy ilyen tini nyomozós, gyilkosságos, kincskeresős, ilyen tengeri, tengerpartos történet, és én nagyon szerettem. Megnéztem végre a második évadot a Bridgertonból, szerettem, viszont <laughs> én vagyok a szerelmi szállal, hogy nekem nem csattant jól. Tehát, hogy ugye az, hogy itt a két karakter ez úgy szeret egymásba, hogy közben a férfi el akarja venni a hugát, és hogy ennyire szegény lányt átrejtik, és hogy nem bírok felül hogy kommunikálni, és a lány tisztelni, főleg, hogyha valamelyiknek a húga, ugye lesz, nagyon szereti, hát ez számomra egyébként elképesztő volt, tehát hogy maga a sorozat jó volt, szórakoztató volt, megint csak képlet nagyon szép volt, a tanék nagyon jók voltak, a színészek jók voltak, csak egyszerűen szerelem olyan volt, hogy jó, egymásnak vagy több teremtve, de tényleg így össze tehát hogy én kell, meg akarom majd a harmadik évadot is, de még az nem jött össze. Megnéztem a Queen Charlotte-ot, az a Charlotte királynét, na hát ez már sokkal jobban tetszett. Jó, ez nagyon sokat sírtam meg, amúgy nagyon jó volt, meg érdekes volt, és kíváncsi voltam erre a spin-offra, és szerintem nagyon jól választották uh, ki a színészeket, egyébként a fiatal színészeket a karakterekhez, és tök jó volt egyébként a sorozat, nekem nem volt ilyen problémám, hogy új Isten, milyen a bőrszíne ennek a nőnek, hát egyébként nem azért, de nem mindegy, ki van írva hogy egy fikció, fikciós dolgok vannak benne, hogy na mindegy, és, uh, és nagyon jól éreztem magam közben, hogy tényleg a tetszett megnéztem az összes eddigi ez az akolitus részt, ebből most jött ki egy új rész ma, szerintem még egyébként lesz több része, ez egy Star Wars sorozat, egy ilyen, hát inkább ifjúsági kategória, kategória szerintem, legalábbis eddig, hogy az ötödik rész felvett nagyon csúnya, nagyon sötét irányt, addig egészen kis ilyen volt, ez egy csapat a Jediről szól, ahogy nyomoznak egy ilyen Jedi gyilkos után, és az elindult indult vele, hogy hm, ez tök jó, hát, nem egy nagy dolog, de egyébként jó, és az ötödik része nagyon epik egyébként, és ez is olyan, hogy hát, gyerekek, megnyitom a komment szekciót a bármelyik poszt alatt, ami erről szó, szóval aztán rossz és nagyon-nagyon toxikus kommentek vannak ö, ott, és nagyon keserű kommentek, és nem értem, hogy miért nem lehet az, hogy megférjen egymás mellett a, a mindenféle kategóriának a való Star nem kell 50 éves férfiaknak szólni, azt szólhatnak egyébként tínédzser, lányok, meg fiúknak is a sorozatok, nem kell mindenek ugyanolyannak lennie, nem kell mindenek nem tudom, ilyen első három film kategóriának lennie, tehát hogy lehet több fajta dolog is, tehát hogy Na mindegy, és én élveztem. Szerintem egyébként jó, és azt hiszem, hogy elkaszállták emiatt az egész keserű komment miatt. Remélem, hogy egyébként csak egy plátyka, mert szerintem tök jó, és én kíváncsi vagyok a többire egyébként. Na mindegy, de ez egy olyan sorozat, hogy nem értem, hogy miért kell ennyire toxikusnak lenni. Egyébként mostanában a Star Wars közösség az nagyon toxikus, és nem is nagyon nézel emiatt inkább a, kommenteket mostanában. Na mindegy, de önként van már vele is. De hogy a Star wars tényleg nem az van, mint például a a hogy annyira minőségbeli romlás is látnánk. Egyszerűen csak több mindennel próbálkoznak, és nekem ezzel nincs bajom. De hát, hogy most, ha valami van ifjúsági, akkor olyan ifjúsági, könnyen van, Disney csinálja. Hát nem gondolatok, hogy lesznek benne ifjúsági tartalmak is? Na mindegy. Ez csak egy kis dühöngés. Szerintem jó az akkolitus, és én elvesztem, és elvezem is, és tovább is fogom nézni. Erről ennyit. Ezeket néztem ebben az évben, illetve elkezdtem és néztem egy-két részt a következőkből. Elkezdtem újra nézni a Witcher, de nem fejeztem be. Elkezdtem nézni az Echo-t, ami egy Marvel sorozat, és nem fejeztem be, nem azért, mert nem érdekes, vagy nem jó csak. Egy részt elkezdtem nézni, aztán abban alatt is azóta nem folytattam, de szerintem majd fogom. Uh, elkezdtem a My Demon-t, is egy részt néztem meg, és nekem tökre tetszik, csak ez is olyan, hogy egy órás egy rész, és egyedül kell néznem, mert amit nem érdekli. Ritkán vagy hogy egyedül vagyok itten, és én nézek is valamit, mert akkor más csinálok. Úgyhogy uh, ezt így, ezzel így megakadtam. Meg elkezdtem a vámpír naplókat, ezt rengeteget szoktátok kérdezni. Talán, vagy 5-6 rész néztem és tetszik egyébként, csak ez is olyan, hogy csak én nézem, és nem sok időm van egyébként ilyeneket nézni, de de egyébként fogom folytatni, biztos vagyok benne, mert nagyon érdekel, sőt a könyveken is gondolkoztam, úgyhogy majd meglátjuk. Ezek lettek volna azok, amiket én néztem ebben az évben. Ha bármelyiket láttatok, akkor közé le nektek, hogy tetszettek, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!